Így indult az év elején a Móri út felújítása. Első körben a régi elhasználódott közműveket kellett kicserélni az útpálya alatt, majd helyreállították a csapadékvízelvezető rendszert is. Ezután következhetett az útpálya felújítása. A felújítása most végeztek. Az elmúlt egy évben közel másfél kilométernyi szakasz újulhatott meg az Icsi-ligettől a Szent Vendel utcáig. Két körforgalmat, kerékpáros sávokat és új parkolókat is építettek a felújított szakaszon. Kettő körforgalom épült, a szakaszon két építési ütemben, két közbeszerzési eljárás keretében, illetve átalakítottuk a Csitári-Gémi utca csomópontját, az Irányi utca kétirányú forgalmú lesz a jövőben, tehát ilyen beavatkozásokat hajtottunk végre, kerékpárforgalmi létesítmények készültek, tehát kerékpársáv megy a teljes építési szakaszon a Móri út mindkét oldalán irányhelyesen. Móri út egy nyugtető főere a városnak. Fehérvár és Felsőváros egyik legforgalmasabb útja újulhatott meg, erről már Földi Zoltán beszélt a projektzáron. A felújításnak köszönhetően jó minőségi úton érkezhetnek meg a városba az agglomerációból a munkavállalók, ugyanakkor az itt élők életminőségén is javítottak a felújítással, hangsúlyozta az önkormányzati képviselő. Az itt élőknek a mindennapjait ez a felújított út, ez mindenképpen az életminőségét jobbá teszi, a nagy döccenők, a nagy zökkenők megszűnnek, az itt élők, akik tulajdonképpen még itt élnek a mindennapjaikban, nem azt a zörgést, azokat a nagy döccenőket hallják, amit nap mint nap el kellett viselni kisebb, nagyobb személyautóktól, teherautóktól. A teljes fejlesztés 1 milliárd 154 millió forintos európai uniós forrásból valósulhatott meg.